220 ezeren látták az osztrák közszolgálati televízióban sugárzott dokumentumfilmet Magyarországról. A bécsi magyar nagykövet levélben tiltakozott az ORF elnökénél az egyórás film miatt. Szalai Bobrovinszky Vince szerint a műben szinte kizárólag a magyar kormány ellenfelei jutottak szóhoz. A nagykövet úgy véli, hogy ezzel az osztrák közönség nem csak egyoldalú, hanem igazságtalan tájékoztatást kapott Magyarországról. A film producere Paul Lendvai bécsi publicista híradónknak cáfolta, hogy le akarták volna járatni Magyarországot. Megkerestük a külügyminisztériumot is, de a külügyi szóvivő ma már nem kívánt nyilatkozni a film ügyében. A Hősök terén tartott gárdaavatás képeivel indul az osztrák közszolgálati televízió Magyarországról készített dokumentumfilmje. Nemzeti álom, Magyarország búcsúzik Európától? Ezt a kérdést tette fel címében az egyórás produkció, amelynek első megszólalója Orbán Viktor miniszterelnök volt egy korábbi felvételről. A dokumentumfilm producere Paul Lendvai szerint interjúkérésükkel megkeresték a kormányfőt, de nem kaptak választ Orbán Viktortól. A filmben megszólal Martonyi János külügyminiszter és Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök is. Rajtuk kívül számos civil szereplő is nyilatkozik, Schiff András zongoraművésztől kezdve Ungvári Rudolf írón át az osztrák stábot szállító nemzeti taxis cég sofőrjéig. Eladták az országot. A film a külügyminisztérium helyettes államtitkára szerint félrevezeti a nézőket. Megint annak lehetünk tanúi, hogy sajátos propagandisztikus módszerekkel, úgymond furcsa átkötésekkel a jelenlegi Fidesz kormány össze lett mosva a Jobbikkal, mint ellenzéki párttal. Idézi Prőle Gergelyt az MNO.hu hírportál. Paul Lendvai cáfolja, hogy elfogultan válogatták volna a szereplőket. Ennek semmiféle különleges célja nem volt, ez volt, hogy bemutassa kommentárok nélkül, és adja azokat beszélni, ugye, akik szerepeltek a filmben is, akiket meg lehet kérdezni, hogy a film hűségesen adta vissza azt, amit mondta. A Bécsben élő publicista szerint a filmet a késői időpont ellenére 220 ezeren nézték meg az osztrák televízióban, és az interneten is 10 ezerek töltötték le a műsor felvételét. Lendvai úgy látja, hogy indokolt és időszerű volt a dokumentumfilm bemutatása. Tavasszal volt az ötlet, szóval tulajdonképpen most már a helyzet annyiban változott, hogy a hatalom koncentráció azóta még erősebb lett.